A városok környékén is megjelentek a kullancsok, mondják a szakemberek. Bár a csípés ellen nem véd, a rovar által hordozott vírusos agyhártyagyulladás elkerülése ellen az időben beadott oltás a leghatásosabb. De csak ez ellen. A vérszívó által hordozott másik betegség, a borília, avagy ismertem nevén a Lyme-kor ellen nincs védőoltás. 100 kullancsból a boréliával 40-60 fertőzött, a vírussal, avval csak a 100-ból egy. A bőrgyógyász szerint a legfontosabb, ha valaki kullancsot észlel magán, akkor ne ijedjen meg, hanem minél hamarabb távolítsa el. Ha beszakad a szívóka, nem fertőz, kilöködik magától, nem kell vele foglalkozni. De ha benne marad a kullancs, az 2-3 óra után elkezdi visszaköpködni a nyálával a rengeteg vírus vagy baktériumot. A kullancs eltávolításának többféle módja van. A legegyszerűbb egy cérna használata. Egy cérnát kötni rá, úgy, hogy a bőr meg a kullancsnak a feje közé, a szívóka benne van a bőrbe, és azt óvatosan kihúzni. A szakember szerint, ha valaki nem venné észre a bőrében a vérszívót, viszont a Lyme-kor jellegzetes tünetét, a piros foltot észleli magán, akkor sem kell kétségbe esni, hanem azonnal orvoshoz kell fordulni, mert egy időben elkezdett antibiotikum kúrával gyógyítható a betegség.